Üdvözöllek téged az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, ez itt a Jászberény Agapé gyülekezetnek 2020. április 19-ei online istentisztelete. A mai nap a békességről szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek, amit a héten igéket kaptam, ebbe az irányba terelt a Szentlélek, és remélem, hogy ez nem csak a ti, hanem az én épülésemre is fog tudni szolgálni. Nyissuk ki az igét a rómaiakhoz írt levélt 5. részénél, és innen a 3. verstől fogom olvasni. Hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkben a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Halleluja. Azt látom, és Jézus Krisztus főpapi imádságában azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vegyen ki minket ebből a világból, hanem hogy őrizze meg minket a gonosztól, és hiszem, hogy nekünk pontos feladatunk, és jókedés és tökéletes akaratban való részünk van az Istennek a országának az építésében. Azt látom, hogy ezek a körülmények elbátortalanítanak, akár ezek a körülmények megfélemlíthetnek, ezek a dolgok, ezek a háborúságok, ezek a viharok, ezek visszahúzódásra készíthetnek, vagy egyszerűen beleállhatunk, ami ebből az igerészből ugye mond, és eljuthatunk egészen odáig, hogy eljutunk a reménységnek arra a fokára, ahol tudjuk, hogy ez nem fog minket megszégyeníteni. A következő igerész, amit ehhez nekem nagyon-nagyon kapcsolódik, és mondom, hogy innen indult ki az egész békességgel kapcsolatos gondolat, ami nagyon-nagyon világított. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk ugye arról, hogy szeretnénk ugye növekedni, szeretnénk gyarapodni, szeretnénk áldásban lenni. És itt volt egy rész, ami nagyon-nagyon világított az igében, ami felkapcsolta a villanyt, hogy ebben az irányba induljak el. Ezt olvasom az Apostolok Cselekedetei 9.31-et. Az egyháznak tehát egész Júdában, Galilában és Samáriában békessége volt, helyettesített, hogy akár Jászberényben is békességünk lehet, miközben épült az Úr félelmében, és járt a Szentlélek. Bocsánat, még egyszer olvasom. Tehát békessége volt. Eközben épült, vesző az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Itt kapcsolódott nekem össze, és találtam meg ugye a gyökerét ennek az egésznek a Róma levélben, hogy amikor békességben tudunk lenni, akkor a békességben, békeidőben képesek vagyunk ugye növekedésre, épülésre, gyarapodásra. Igen, nem csak a körülményeink általában körbevesznek, és ezek a körülmények általában vihart jelentenek, általában háborúságot jelentenek, általában próbatételt jelentenek. Igen, nem csak hogyan tudunk ezekben a próbatételekben, ezekben a viharokban, vagy akár szárazságban, asszályban növekedést, gyarapodást, épülést produkálni, illetve ezt egy áldásként megélni. Erre találtam meg azt a részt, amit szerintem a keresztény embereknek 99,9%-a biztos, hogy ismer, hiszen áldásokat és pozitív dolgokba próbál minket beleterelni, ami a Jeremiás 17.7-ben és a Zsoltárokban is, Zsoltárok 1.1 is ugyanezzel a gondolattal kezdődik. Föl szeretném olvasni mind a kettőt, és szeretném, hogyha ezeket az igéket jól megjegyezni, mert fontos szerintem ahhoz, hogy az ember megfelelő irányba indítsa el az ő gyökereit. Azt mondja, a Jeremiás 17.7 azt mondja, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség,
lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen, pillanat szüntelenül termi gyümölcsét. És ugyanez a gondolat megjelenik ugye a Zsoltárok 1-1-ben is, egy picike kis kiegészítés, és szerintem a kettő együtt adja ki azt az egészet, amihez nagyon-nagyon fontos. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha minden sikerülne, amit teszünk. Igen, nem csak ehhez megfelelő gyökérzetre van szükség. A bárka táborban jó pár fának, fát ültettünk el, amit azt látom, hogy előbb-utóbb fel fognak tudni nőni. Igen, ám csak ezek a gyökerek jelen pillanatban ugye sekélyek, és ezek a gyökerek nem képesek még megfelelő vízzel ellátni a növényt a növekedéshez. Ezért ugye nap mint nap Zoli, Sisa Andi, Attila rendszeresen kijárnak, és ezeket a növényeket locsolgatni kell. De nagyon-nagyon fontos dolog, amit itt megláthatunk, hogy nekünk megfelelő gyökérzettel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ezt a fajta háborúságban is meg békességet tudjunk nap mint nap megélni. De azt látom, hogy ez nem egy kivitelezhetetlen, hanem Isten igéjében ígéretként szereplő, és Isten igéjében szerintem nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyan fog tudni a gyökérzetünk növekedni? Nagyon-nagyon egyszerű, hiszen a gyökér az magától nő, hiszen a mag, amit elvette az ember, amit elültet az ember, az magában hordozza a növekedésnek a lehetőségét. Ha a gyökerek nem tudnak elég mélyre kerülni, a gyökerek nem tudják elérni a vizet, azt a vízzáró réteget, akkor bár az eső lehet, hogy esni fog, és mondjuk ez a felső, a talaj felső rétegének át fogja áztatni, de sohasem fogja tudni megoldani azt a fajta problémát, hogy fenntartható legyen az embernek az élete. A Jelenések könyve beszél az élet folyójáról, amiben az az élő víz van, ami képes akár a mi belsőnkből is ugye felfakadni. Nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk ezt az élet folyójának a vize mellé kell gyökereinket leereszteni. És hogyha ezt megtesszük, akkor fogjuk tudni megteremni azokat a gyümölcsöket, akkor fogjuk tudni a lombjunk elhervadása nélkül megélni akár az aszályos időket is. A Zsoltárokban ugye beszél arról, hogy az Úr törvényében való gyönyörködésről és az ő törvényéről való elmélkedésről. Jézus Krisztust, amikor egy farizeus faggatja, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, amit a Máté 22-36-ban találunk meg, akkor ő így válaszol rá. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Azt látom, hogy ez a dolog, amit nekünk cselekedni kell, tudjuk Jánostól, hogy az ő írásából, hogy Isten kijelenti magára, hogy ő maga a szeretet. Ha a szeretetben tud az ember maradni, akkor ez a parancsolat, ez a
törvény, akkor betöltésre kerül, és hiszem, hogy amikor az ember ezt teszi, akkor a gyökerei egyre mélyebbre és mélyebbre tudnak lehatolni, és nem úgy lehatol, és nem a lehatolás és a víznek a keresése a cél, hanem egyszerűen az, hogy a gyökereink ebbe az élő vízbe bele érjenek. Amikor ez megtörténik, akkor fog tudni bekövetkezni az életünkben az ígéret, annak az ígéret, akkor tud testet ölteni, akkor leszünk minden útunkban szerencsések, akkor fogunk minden sikerülni a mi életünkben, és nem jóléti evangéliumot hirdetnék ezzel, amikor ez az élő kapcsolat megtörténik, és létrejön. Hogyan fogjuk tudni, hogyan lehet fenntartani ezt a fajta békességet? És mik azok a gyökér fejlesztését elősegítő tényezők, amik igenis előre törnek és nem állnak meg a vízzáró rétegig. A János evangéliumában találtam egy másik részt, ami ismét nagyon-nagyon bátorító szerintem. A János 14.2-ben azt mondja, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vagy mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a ti számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tudnunk kell, hogy hol tartozunk. Tudnunk kell azt, hogy átmeneti állapotban, átmeneti létben vagyunk itt a Földön. Amit megerősít a 2 Korintus 5.1-es része, amit így ír az ige, hogy tudjuk pedig, hogyha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk is. Ahogy az előbb ugye a Jánosban olvastam, ebben a hajlékban nekünk, ebben a házban nekünk hajlékunk lesz, hajlékunk van. Szükséges, hogy ez a fajta gondolat, ez rá legyen, be legyen írva a mi szívünkbe, nyakunkba legyen akasztva, és folytonosan ez a dolog, ez megmaradjon bennünk. Hiszem azt, hogy nekünk ezt kell, ebben kell megerősödnünk. És hogyha ez a gyökér, ez megvan, és nem ebben a világban akarunk bízni, nem ebben a világban akarunk, nem erre a világra építjük fel önmagunkat, akkor tudjuk, hogy minden más rábásként adatik, hogy az ige mondja, hogy keressük először az ő országát és igazságát, és minden egyéb rábásként adatik a mi számunkra. A mai napra tehát én azt mondom, hogy ha háborúságban is vagy, tarts ki a háborúságban, mert tudjuk, hogy ez egy olyan reménységet fog hozni a számunkra, ami nem fog megszégyeníteni. Ahhoz, hogy tud, hogy miben reménykedj, ez Isten igényed olvasásával, megértésével, és nem csak megértésével, hanem megcselekvésével kell, hogy minden napot megélj. Ha ez megtörténik, akkor elindul egy olyan fajta gyökérképződés, egy olyan fajta mélyrehatolás, ami előbb-utóbb el fogja érni az Isten országát, az Isten országának határait, és egyszerűen oda fog jutni, hogy elérjük az élővizet. Ha pedig az élővizet elértük, akkor már nem kell aggodalmaskodnunk semmi felől. Mert hiszem azt, hogy gyümölcs termésbe fogunk tudni kezdeni. És tudjuk, hogy a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, és azt mondja az ige, hogy ezeknek ellen nincs törvény. Kívánom nektek, hogy a ti gyökereitek érje el az élővizet. Kívánom nektek, hogy az élővizet megtalálva kezdjetek el Isten országában, a Szentlélek által vezetve gyarapodni, és kezdjetek el növekedni, és hiszem azt, hogy Istennek ez a jó, kedves és tökéletes akarata. Legyetek áldottak az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.